Tehát az energiaközösségek tárháza, Energy Communities Repository ról lesz szó a következőkben, és hát ahogy említettem már, két párhuzamos kezdeményezést támogat. Ez ilyen kísérleti kezdeményezés, amely ha beválik, akkor egy hosszabb távú lehetőség lesz technikai segítségnyújtásra energiaközösségek számára. Két különböző európai intézmény támogatja a két projektet, de várható, hogy később. Ezért más-más pályázati feltételek vannak, de remélhetőleg ez a jövő évig tartó kísérleti időszak után ez egyesülni fog, és összegezve lesznek majd az összegyűjtött tapasztalatok, és ez alapján lesz továbbfejlesztve ez a támogatási mód. Az energiaközösségek tárháza középpontjában a városi közösségek vannak. Ez a degree of urbanization, tehát a városi összedés mértéke alapján különböző besorolásra kerülnek városi, nagyvárosi, vidéki agglomerációs vagy vidéki térségekre minden település, majd ezzel kapcsolatos táblázatot megosztom, és ott meg lehet nézni akár, hogy lehet beazonosítani, hol lehet elérni ezt a táblázatot, és hogyan lehet a saját közösségünket beazonosítani, településünket beazonosítani, illetve a vidéki közösségeket, ugye az említett vidéki energiaközösségek tanácsadó hálózata, a RIKAH támogatja. Kicsit más feltételekkel, lehetőségekkel, de erről itt lesz majd szó. Amiről most alapvetően szó van, ugye ez a tárház, ez a öt szervezet összefogása, konzorciuma nyerte el ezt a központi brüsszeli beszerzést. Ennek a vezetője a RESCOP, a Megőenergia Szövetkezetek Európai Szövetsége, és emellett más települési szövetségek, kutató és informatikai szolgáltatásokat nyújtó partnerek vannak itt az itt látható szervezetek között. A tárház a honlapján különböző módon támogatja az energiaközösségeket, egyrészt szakpolitikai elemzéseket végez, feltérképezi a meglévő, már működő energiaközösségeket, és hatásvizsgálatot is végez, hogy gyakorlatilag milyen hatása van az energiarendszerre, a környezetre, a helyi társadalomra, és a helyi gazdaságra is. És hát ezt szeretnék majd a döntéshozók elé is tárni, hogy miért érdemes az energiaközösségeket támogatni. A technikai segítségnyújtást pályázatról meg részletesebben is szó lesz majd. Tehát az elemzések, ugye itt említettem, ez a feltérképezés, a hatások vizsgálata szerepel, és hát ami fontos a szakpolitikai elemzések között kiemelni, hogy az Európai Unió megújuló energia irányelve előírja minden tagállam számára, hogy támogató keretrendszert kell létrehozni a megújuló energia közösségek, illetve a termelőfogyasztók támogatására is, és ezeket is elemzik, és lesz jó gyakorlatok gyűjteménye ezzel kapcsolatban is. Egyéb jó gyakorlatokat is azonosítanak, és ezeket összegyűjtik egy gyűjteményben. A meglévő elérhető anyagokat, tananyagokat is megosztják, új útmutatókat is fognak kidolgozni, és hát ahogy említettem, ez a szakpolitikai elemzések adatbázisa is elkészül. Az EU projektek és kezdeményezéseket is összegyűjtik, lesz egy egyablakos ügyintézési pontoknak is egy jó gyakorlata, illetve egy eszköztár is a mi elérhető Európa szerte jó gyakorlatokról. Minden anyag angolul érhető el. Én át is váltanék most a megosztással, és megnéznénk, hogy is néznek ki ezek a
a webben ezek az anyagok. Pillanat, mindjárt átváltok. Épp eltakarja, elnézést. Elnézést, kis technikai problémám támadt. Igen, a... Igen, tehát az EU projektek és kezdeményezések itt fel vannak sorolva, valószínűleg többek által ismert európai városi fejlesztési program, és hát ezek között kiemelném a SERS projektet, amelyben a Magyar Természetvédők Szövetsége is partner, és már magyarul is, bocsánat, itt megint rossz helyre kattintottam. Magyarul is elérhető most már a projekt tájékoztató oldala, és hát itt a céljaink látszódnak, hogy gyakorlatilag a helyi hősökön keresztül szeretnénk a lakosságot is bevonni az energiaközösségekbe, illetve olyan tevékenységekbe, amely a Ákos utolsó diáján látható energetikai átállásba bevonja a fogyasztókat is. Ami nagyon fontos, hogy itt mi magyar nyelvű ilyen one-stop-shop, mi tudástérnek neveztük el, ezt fogunk létrehozni, és ez terveink szerint februárban készül el. Aki angolul szeretne tájékozódni, akkor ugye a többi projekt, amiket előbb megosztottam, ez hát ott körülbelül 20 nemzetközi projektből ez az egyik. Van egy-kettő, ahol szintén van magyar tagja a projektnek, tehát ilyenek érhetők el elsősorban angol nyelven. És akkor visszatérnék az előadásra. A technikai segítségnyújtás ugye az apropója a mostani előadásunknak. 25 közösség kap Európa szerte közvetlen technikai támogatást, 50 közösség fog kapni online testvérkapcsolatok, támogatást online testvérkapcsolatok egymástól való tanulás révén, tehát ez ha angol szerint ugye ez a twinning és a peer-to-peer learning kifejezésekkel takarja, és 80 közösség fog Európa szerte kapni nemzeti kapacitásépítési műhelyeken keresztül támogatást, és hát ez látszik, ami és EU-s kapacitásépítő webináriumok is lesznek angol nyelven, 6 darab. A technikai segítségnyújtás, ez 3 tevékenység szakaszban lévő energiaközösségek igényelhetik 5 támogatási területre, egy nagyon egyszerű jelentkezési lap, magyar nyelven is elérhető, majd ezt is meg fogom mutatni, és hát a jelentkezők szükségleteihez igazítva készült el gyakorlatilag ez a jelentkezési lap, tehát hogy minden érdeklődő jelentkező bejelölhető, hogy milyen segítségre van szüksége. Ami nagyon fontos, hogy itt tényleg technikai segítségnyújtásról van szó, tehát anyagi támogatást itt ezen keresztül nem lehet kapni. Illetve több tevékenység is biztosított bizonyos országokban. Hát itt a részletezve van, hogy ezek a különböző műhelyek mit akarnak, ami fontos, hogy ilyen kapacitásépítő műhely lesz Magyarországon, és a Magyar Természetvédők Szövetsége fogja jövő évben szervezni. Ez majd a beérkező pályázatok, illetve pályázók, kiválasztott pályázók igényének függvényében, illetve szeretnénk ugye a kialakuló jogszabályok függvényében is abban, akkorra időzíteni ezt a
jövő évben ezt a műhelyt, amikor a leginkább, a legtöbb információval fogunk rendelkezni a hazai szabályozásra vonatkozóan, illetve a szükséges, tehát hogy az induló energiaközösségek is ugye már megfelelő információval előkészületi állapotban is vannak. El kell mondani, hogy ugye Magyarországon még nincs egyetlen egy hivatalosan bejegyzett energiaközösség sem. Ugye tavaly év folyamán került a villamosenergia törvénybe a különböző fogalmak, tehát hogy itt, ha megnézzük ezeket a lehetőségeket, akkor ugye itt kétféle közösség is pályázhat, tehát különböző szereplők informális közössége is pályázhat, illetve jogi személyként itt ugye az irányelvek angol nyelvű tükörfordítását használtuk, nem ami a villamosenergia irányelvben szerepel, tehát a megújuló energiaközösségek, illetve a Citizen Energy Community, a polgári energiaközösségek fogalmával dolgozunk, és alapvetően ugye az EU-s irányelvnek megfelelő definíciókat tekinti a tárház is irányadónak, de amint látható, nem kell bejegyzetnek lenni egyelőre az energiaközösségeknek. Ugye itt a kiemelt országok között látható Magyarország is, és hát Magyarországon a Magyar Természetvédők Szövetsége a szakmai partner. Ez a három fázis különbözteti meg a program és az űrlap is, amelyben egy energiaközösséggel tartózkodik, vagy állapot van. Általában ugye az inspiráció és ez az elindulás fázisa, amelyikben a magyarországi energiaközösségek vannak. A fejlesztés ugye az már egy bejegyzett energiaközösségnél lehetséges, a működés továbbfejlesztése pedig, amikor már egy működő energiaközösség továbbfejlesztése keres támogatási, technikai támogatási lehetőséget. A technikai segítségnyújtás a támogatási területek, öt területen lehet támogatást igényelni, ezt az űrlapon mindenki bejelölheti. Ez a jogi irányítás, vezetés témakörét érinti, ugye népszerűsítés, közösségfejlesztés a pénzügyi területen, illetve műszaki területen. Itt attól függően, hogy visszatérnék az előző diára, amikor valaki kitörti az űrlapot, minden egyes, tehát néhány, egy önértékelő űrlapról van szó, ahol a kérdésekre válaszolva, hogy van-e írásban dokumentált taglista, vagy van egy üzleti terve, vagy bejegyzés alatt van-e, ha egy bizonyos ilyen ellenőrző listán mindegyikre igen a válasz, akkor tekinti a pályázati űrlap, és akkor nyílnak meg újabb felületek, ha amikor ha valaki mindenre azt mondta, hogy igen, az előző kérdésemre, akkor ugye azt tekintik, hogy ez egy már létrejött energiaközösség, és akkor ez a fejlesztés stádiumában van az energiaközösség, és minden egyes kategóriában különböző tevékenységek közül lehet választani, amilyen technikai segítséget szeretne igényelni az adott pályázó. A jelentkezési folyamat az gyakorlatilag egy felkészülési időszak van, amelynek ugye a vége felé tartunk. Már nyáron elkezdődött a pályázat meghirdetése, de három szakaszban történik az értékelés. Itt Magyarországon, mivel jogszabályi változások is voltak ugye az elmúlt időszakban, ezért így a utolsó szakaszra koncentráltunk, amikor már jobban átlátható a lehetőségek.
és ugye december 31-ig van lehetőség a pályázat beadására, de ez tényleg egy nagyon egyszerű pályázat, ahogy látszik, a négy része van a jelentkezési lapnak, ez az önértékelés, egy rövid projektleírás, néhány bekezdésben, hogy ki mit szeretne csinálni, vagy mit tervez csinálni, és az említett listából a támogatási szükségletek kiválasztására van lehetőség, végül pedig egy szándéknyilatkozatot szükséges beadni, amelyet legalább a közösség három tagjának kell aláírnia, ezzel is igazolva, hogy ez nem egy személyes kezdeményezés, hanem valódi közösségi elhatározás van a projekt, illetve a pályázat mögött. A minden egyes forduló után 4-6 héten belül megtörténik az értékelés, és a szükségletek alapján kijelölik a szakértőket, és sor kerül a végén a támogatási megállapodás aláírására. Mivel Magyarországon a szabályozás gyerekcipőben jár, így ugye az energiaközösségek is jellemzően az első fázisban vannak, ezért alapvetően a régiónkhoz hasonlóan Magyarországon is a kapacitás építő műhelyek, amelyek támogatásként elnyerhetik a magyarországi pályázók. Ugye van már egy-két kísérleti kezdeményezés, amelyik támogatást nyert el a modernizációs alap, tehát az NKFIH vagy az EMIN keresztül, és ezek a projektek is akár pályázhatnak erre, ugyanakkor az önértékelés, illetve a projekt leírásnál le kell írni, hogyha már támogatásban részesül az ötlet, és indokolni szükséges, hogy miért van szükség további támogatás, technikai segítségre a projekt továbbitele szempontjából. Hogy mire kell figyelnünk? Egyrészt ugye ez a városi vagy vidéki pályázat. Alapvetően a különböző helyre kell pályázni, ugyanakkor ha valaki véletlenül mégis rossz helyre pályázik, akkor a két pályázatkíró kapcsolatban van egymással, és átirányítja a pályázatot a másik bíráló csapathoz. Tehát elvileg ez sem jelent hátrányt, ugyanakkor itt most szintén megállítom a megosztást, és akkor megosztanám egyszerűség kedvéért egyből azt az Excel táblázatot, aminek a linkje benne lesz ebbe az előadásba, amit majd megosztunk a végén. És hát ez egy elég nagy táblázat, ahol az oszlop tetején a Degurba névre hallgató H-oszlopot kell nézni. Ugye a keresőbe beírva lehet keresni a települések között, és azt kell megnézni, hogy ez a városiasodás foka, ha egyes vagy kettes, akkor a repozitori, vagyis a tárházhoz lehet pályázni, ha hármas. Tehát, ha itt nézünk példákat, akkor itt ugye Dunavarsány az kettes városi, kisvárosi agglomerációs térségnek számít, Nyársapát pedig hármas vidéki térségnek számít, tehát ők a RIKÁH, a vidéki energiaközösség támogató hálózathoz pályázhat, tanácsadó hálózathoz pályázhat, tehát egy keresővel itt ezen belül megtalálhatja mindenki, hogy milyen besorolásba tartozik. Akkor visszatérnék az előadásomra.
A kifejtésnél is minden egyes mezőnybe érdemes néhány mondatot írni, de lényegre törően. Hát a fő cél ugye, hogy azt igazoljuk, hogy miért is van szükség erre a technikai támogatásra, segítségnyújtásra. És hát az is, hogy miért szükséges, hogy milyen változást lehet ezzel elérni a közösségünkben. Hosszú távú hatásokról is érdemes már írni, hogy egyrészt, hogy miként segíthet a technikai segítségnyújtás, és hogyan képzeljük el ezt, hogy, vagy ez miként járul hozzá a hosszabb távú fenntartására és a projektnek, illetve többletpontot lehet kapni, aki a közösségi bevonás módját is minél több érdekelt fél bevonását tervezi, bemutatja, illetve akár már ezt el is kezdtem. Itt látható az időrendje ennek a folyamatnak, ugye már itt vagyunk novemberben, a Nemzeti Tájékoztató Alkalom a sárga színnél tartunk, ugye itt most november elején, és a határidő az december 31 az utolsó jelentkezési szakasznak, és a technikai segítség nyújtás az gyakorlatilag itt majd jövő évben lesz, ekkor lesznek majd a különböző nemzeti kapacitásépítő műhelyek is. Alul pedig itt feketével látjuk, ezzel párhuzamosan kicsit csúsztatva, de hasonló határidőkkel a RIKAH, Vidéki Energiaközösségek Tanácsadó Hálózatának a pályázata. Ők a technikai segítségnyújtást 2023-ban kezdik majd. Ezek a linkek, ahol elérhetők ezek a különböző anyagok, információs pályázati anyagok és a honlap, amit megosztottam, kérdésekre és angol hírlevélre ott lehet feliratkozni. A dia végén a saját elérhetőségünket is, ahol magyar nyelven tudunk segíteni, esetleg felmerülő kérdésekre, azt is megosztjuk. És akkor rátérnék röviden a Vidéki Energiaközösségek Tanácsadó Hálózata pályázatára. Itt közvetlen technikai segítségnyújtásra van lehetőség, illetve nyerhetnek el szakértői napok formájában. Van egy rövid, legfeljebb 5 napos szakértői tanácsadás, amit el lehet nyerni, és van egy hosszabb távú, ami legalább 15 napot jelent szakértői támogatást. Tehát itt projektfejlesztés végrehajtásra, illetve a különböző ilyen népszerűsítő, a résztvevőket ösztönző erőfeszítésekre lehet támogatást, technikai segítségnyújtást kérni. Hasonlók a különböző segítségnyújtási típusok, megosztjuk majd ugye, hogy itt hogyan lehet, milyen űrlapon lehet pályázatot elérni, illetve itt van a kérdésekkel hova lehet fordulni ezzel kapcsolatban. Igen, a technikai segítségnyújtás oldalt is majd megosztom, és itt is magyarul is elérhető az adatlap, majd megmutatom, hogy hogyan lehet beállítani ezeket. És szakértőknek is készült felhívás. Itt nincsenek előre kiválasztott szakértők. Itt 2022. december 31-ig van lehetőség azoknak, akik úgy gondolnák, hogy valamelyiken az 5 területen tudnak szakmai segítséget nyújtani leendő energiaközösségeknek, akkor ezen a előrhetőségen van lehetőségük pályázni, és központilag a projekt házigazdája, vezetője Ecoris fogja kiválasztani a helyi szakértőket, és az igényeknek megfelelően őket delegálni a támogatásra kiválasztott kedvezményezetteknek. Köszönöm a figyelmet, de még mielőtt itt befejeznénk, akkor megosztanám gyorsan a képernyőt, és megkeressük azokat a
az oldalakat, ahol maga a technikai segítségnyújtás oldalak elérhetők. Tehát ez a Rural Energy Community Advisory Hub, ez a RICAH, ez a vidéki energiaközösség, a forma nyomtatványnál jobb oldalon lehet elérni és beállítani a magyar nyelvet, és akkor gyakorlatilag itt már magyarul fognak megjelenni a tájékoztató anyagok. Ebben mi is részt vettünk, hogy leellenőrizzük a gépi fordítást, sajnos néhány helyen még meglepő fordítások lehetnek, de alapvetően, ha eltér ez a magyar és az angol, akkor az angol a hivatalos. De ha valakinek így fordítási problémája van, akkor szívesen segítünk ennek a kibogozásában is. Ez az egyik, és akkor mindjárt nézzük itt a... Hát igen, ami fontos itt, hogy van egy ilyen útmutató, és a Rural Energy Community Hubnál, ami így látható, hogy magyar nyelven is elérhető, tehát egy kitöltési útmutató is van a honlapon. Tehát itt az applications alatt itt található a call for experts, tehát hogy a szakértői felhívás és a technikai segítségnyújtás pályázatra a felhívás. Akkor reméljük, hogy megtalálom a... Igen. Tehát a technikai segítségnyújtás a repozitori számára, tehát itt lehet a felső menüben ezt a honlapon megtalálni, a support alatt a technical assistance-re kattintva, ezen az oldalon vagyunk, és akkor itt a sárga mezőben. Vannak már elég részletes ilyen kérdezfelelek rovatok, de ha valakit nem találja meg, illetve az angol nyelvtudás hiánya miatt, akkor hozzánk is fordulhat kérdésekkel, akár ugye a QFL szekcióban, látom már két kérdés érkezett is, illetve szeretnék akkor az űrlapra magára rámenni, egy pillanat, keresem, apply here, igen, ide kattintva, és itt is ugyanígy a jobb oldalon a language-nél be lehet állítani a magyart, és akkor ugye azok a menüpontok, amiket már bemutattam, azok ugyanitt így elérhetők lesznek. Tehát itt a közösség neve, a létrejötte neve, ugye itt a kérdőjeleknél itt van. Kis magyarázás, hogyha nem jogalany, akkor a megkezdésének időpontja, hogyha nincs bejegyezve, ugye? És hát itt lehet a különböző tevékenységi területeket, küldetésnyilatkozat, alapszabály. Szerinti célt be lehet másolni, és hasonló módon. Illetve az energiaközösségek tagja, kik képviseltetik már magukat, szavazati joggal kapcsolatos kérdések vannak. Én azt hiszem, akkor itt abba is hagynám az előadást, és akkor a kérdésekre térhetünk rá. Jó, köszönjük szépen, Bence, ezt a részletes előadást. Két kérdés érkezett eddig, én leszek a Kérdezők Magyar Hangja a mai napon. További kérdéseket is várunk, még ha valaki szeretné föltenni, hogy alul a Q&A menünk keresztül lehet elérni ezt az opciót, ahol írásban lehet feltenni a kérdéseket.
És az első kérdés egy arra vonatkozik, hogy ugye vannak a városok, és vannak a falvak, kisebb települések számára elérhető pályázati felhívás, de mi van akkor, hogyha több önkormányzat szeretne pályázni együtt, amiben egy kis város és falu is van? Van erre is lehetőség. Alapvetően a székhely, vagy a fő tevékenységi település határozza meg, tehát ha nem kizárt az sem, hogy ha egy városi közösség a környező falvakban is szeretné a tevékenységét kifejteni, akkor ugye itt a repozitorira, a tárházra érdemes pályázni, ugyanakkor ha egy városi székhelyű energiaközösség a beruházását vidéken, egy vidéki faluban szeretné végezni, akkor viszont logikusan oda kell pályázni, tehát a RIKák, a vidéki energiaközösségek tanácsadó hálózatához érdemes pályázni. Műszaki szempontból egy feltétel van, itt az előadásban nem szerepel, de hogy a biogázzal foglalkozó energiaközösségek, azok a RIKák, a vidéki energiaközösségek tanácsadó hálózatához célszerű pályázniuk, mert ott lesz erre tanácsadó, abban a projektben lesznek elérhetők. Köszönöm. És a bevonandó közösségek lehetnek-e vállalkozások is? Erre vonatkozik a következő kérdés. Igen, ugye amit megosztottam az űrlapot, ott látszott, hogy lehetőség van bejelölni azt is, hogy a lehetőségét, hogy milyen tagjai lehetnek az energiaközösségnek, kik vannak már bevonva az energiaközösségbe, illetve a szavazati joggal milyen tagok vesznek részt az energiaközösségben. Ez azért is lehet érdekes, mert az irányelv ezt a szavazati jogot másképp határozza meg, mint a magyar jogszabály, tehát ez is egy érdekessége lehet annak, hogy a pályázó hogyan gondolja kialakítani a működését, és hát ha a kiválasztásra kerül a pályázó, akkor arról tudunk akár egy ilyen kapacitásépítő műhelyen beszélni, hogy mik a jogszabályok, hogyan lehet ezeknek megfelelni, akár a hazainak, akár az EU irányelveknek. Tehát igen, a válaszom igen, lehetnek vállalkozások is tagjai. Köszönöm. Több kérdés nem érkezett, reméljük ez arra vonatkozik, hogy mennyire részletes volt az előadás, nem arra, hogy kevesen terveznek ilyen pályázatot beadni, mert reméljük, hogy minél többen és minél több magyar nyertese lesz ennek a lehetőségnek, és ezen keresztül is végre létrejönnek valódi energiaközösségek Magyarországon is egyre nagyobban.